Vendéglátónk Köntösné Rajnai Anna Mária. Ő volt az, aki felmérve a helyzetet, megalapította Szekszárdon a Kolping iskolát. Eredetileg vegyészmérnöknek készült, de az élet újra és újra visszaterelte a pedagógia területére. Azt mondja magáról, ha egyszer valamit eltervez, addig megy, amíg meg nem valósítja a terveit. Ez vezetett a körülmények nehézsége ellenére is az iskola megindításához. Szóval visszagondolva azért mondom, hogy háromszor pofozott a sors vissza erre a pályára, aminek én először mereven ellentmondtam, utána kipróbáltam, megszereztem a végzettséget, de ha az eredeti szakmámba mehetek, akkor kérdés sem volt. És csak itt kötöttem ki, és én nagyon megszerettem ezeket a gyerekeket, és leginkább nekik a szeretet hiányzott. Ott az első évben egy kicsit nehezen is tudtunk boldogulni, mert ugye a szeretetet hirdettük, és volt olyan, aki hát ilyenről még nem hallott, nem is tudta. Vagy ha nyúltam a vállához, hogy megölelem, akkor kapta a kezét maga elé, mert ha felé nyúltak, az csak rosszat jelentett. És ha mondtuk, hogy ez így egészen megy, szóval akkor szabályrendszert meg kellett csinálni, hogy mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. De ahhoz nem voltam hajlandó, hogy jaj, nem érjünk a gyerekhez, mert ugye akkor valami mást akarunk, nem akarunk semmi más, nem akarunk a gyerekhez, valaminek átfogom a vállát, vagy megérintem a kezét, attól az égvilágon semmi baja nem lesz, de azt érzi, hogy most vele akarok beszélni. És a másik az, hogy ha megéreztettük velük, hogy nekünk is szükségünk van rájuk, tehát mit tudom én, amikor téglát pucoltunk még itt a Pázmány térnek a hátsó részét, amikor építettük, ugye ott kiszedtük a földbe lévő régi téglákat, azokat kellett pucolni. Jöttek. A 40-ből 8-10 gyerek ott volt szombaton téglát pucolni, vagy hordani, vagy akármit, tehát hogy csinálni. Vagy később vagy a kertészetben, hogy a gyerekek most egy nagy vacsorát csinálunk az öregeknek Kolping nap alkalmából, és most akkor a kertészetből melyik ágyást ajánljátok föl erre a célra, kinek a zöldségét használhatjuk el, ki tud ezt vagy azt csinálni, vagy ki hajlandó a konyhán plusz munkát vállalni. Jöttek. És nem azért, mert pénzt kaptak, nem kaptak pénzt. Azért azt mondtuk nekik hajnaltájt egy lakodalom hajnalán, hogy köszönjük szépen. Illetve arra, mert rászoktattuk az ifjú párnak a családját, hogy ez egy táblacsokit azért adjanak a gyerekeknek, akik ott táncoltak körülöttük egész éjszaka. Ezek a gyerekek, akik bekerültek, ezeknek valószínűleg az egyházzal és a hittel nem nagyon volt kapcsolatuk. Mennyire lehetett átformálni az ő gondolkodásukat? Vagy kellett-e egyáltalán? Próbálkoztunk. Nem volt semmi kötelező. Kötelező volt egy évben 4 misén részt venni az egész iskolának, úgy, ahogy voltunk. Na most ezt kibírta mindenki. Heti egy hittanórán részt venni, ami hát zömmel inkább morális képzés volt, mint hit képzés. Én azt mondom, hogy a hitre kényszeríteni senkit nem lehet. Ismereteket adhatok át, aztán vagy elkezd érdekelni, és megy maga, vagy nem érdekli, akkor pedig kutyakorbáccsal se lehet oda kényszeríteni. És viszont a pedagógusoktól elvárás volt, hogy én nem bánom, hogy te mit képviselsz, de az iskola alapelvével szemben mást nem taníthatsz. Ha ezt vállalod, akkor tudunk együtt dolgozni, ha ezt nem tudod vállalni, akkor pápa. Még ha a gyerek egyiktől ezt hallja, másiktól azt, abból botrány van. Kamaszkor az a kor, amikor a gyerek megpróbálja megtalálni a rést mindenféle szabályrendszeren, és ha megtalálta a rést, azt szétfeszíti irgalmatlanul, ott nincs mentség. Ezért volt kötelező az egységes fegyelmezési rendszer, tehát hogy ugyanazért harapott minden pedagógus, ugyanazt engedte meg minden pedagógus. És ez nekem mániám volt, és azt hiszem, hogy ez volt a szerencsénk, mert nagyon sok gyerek volt olyan, akit a napfény nevelt addig, meg az eső nőtt is, meg érett is, de azon kívül semmit, rengeteg elveszett, széthullott családnak a gyerekével találkoztunk, olyan sorsokkal, amit én nem tudtam volna elképzelni, hogy létezik. És azért lehet, hogy az iskola adott egyfajta stabilitást az életének? Igen. De minden évben, a harmadik évtől kezdődően minden évben volt
10-15 keresztelkedőnk, aki öntudatosan maga vállalta, hogy keresztelkedik. Ez a ballagó misében volt mindig, tehát az évzáró misével együtt. Mindig volt 10-15 első áldozónk, volt 8-10, aki bérmálkozott is. Erre soha senki nem volt kényszerítve. Aki akart, az jelentkezett. Kis János nagyon sokat segített nekünk, az újvárosban volt diákónus. Hitoktató volt, és szívelelke az iskolái volt, szóval ő ugyanúgy szerette ezeket a gyerekeket, és karolta föl őket, ahogyan lehetett. És amikor bárhonnan támadás érte az iskolát, a János tényleg teljes valójával, pedig egy nagyon szelíd ember volt, de odaállt, és azt mondta, hogy nem, nem bántjátok őket. Ahhoz képest, hogy nem akart pedagógus lenni, mindaz, ami a Kolping létrehozásával visszaigazolta volt osztályfőnökét? Hát volt osztályfőnökem, 8. akart engem pedagógus pályára küldeni, és akkor nagyon tudattal mondtam neki, hogy azt még az Úristen se kívánja tőlem, hogy én más hülye gyerekét felszenvedjek, vagy azt kínlódjak. Hát ő megdöbbent rajta, mert neki volt egy elképzelése, és az enyémvel nem találkozott. Én minden áron vegyész akartam lenni 10 éves korom óta. Végig is harcoltam, és hát vegyészmérnökként végeztem. Aztán férjhez mentem, szültem egy gyereket, és hazaköltöztünk. Na most, ugye nitrokémiánál dolgoztam előtte, hát Szekszárdon nincsen hasonló méretű vegyipari cég, ami még utána alakult, az ilyen műszergyár, meg egyebek, meg a talajerő, ezek voltak, ami egy esetleg előjöhetett volna. Viszont a volt fizikatanárom a gimnáziumban, az apámmal üzent, mert apám is ott tanított a szakmunkásképzőbe, hogy te szólj ma a lányodnak, mert nekem kellene az a csaj. Azt mondja apám, hogy miért? Hát, azt mondja, mert elmegy a kémia tanárunk szülni, és januártól be kellene állni. Lementem, és akkor Kaszás Imre volt talán a neve, az ismerős, és ő elcsábított, hogy hát akkor álljak be januártól. És az egyik kollégának a felesége otthon volt egy fiammal hasonló korú kislánnyal szomszédba, azokat már ő rábeszélte, hogy elfogadják a fiamat is, hát nem volt még egy éves egészen, hogy reggel oda csak átviszem, ott az Ildi bírjáz a két gyerekre, és délután, amikor végeztem, akkor viszem haza, nem akartam bölcsibe adni, és akkor elkezdtem januárba tanítani. Ennyi volt a történet, és ő a következő tanévre engem beiskolázott a mérnök tanárira. Úgyhogy közölte, hogy itt a felvételi papírom készek, fő vagy véve mész. Ilyenkor mit lehet mondani egy beosztott pedagógusnak, aki hát gyütment nem is szakmabeli, de hát taníthat, megbecsülnek idáig, hát akkor azt lehet mondani, hogy jó van, megcsinálom, meg akkor még úgyis kötelező volt ez a 7 éves továbbképzés. Mielőtt elküldenek a marxista iskolára, akkor inkább ezt csinálom meg. Végeztem. De addigra már az atomerőmű az ugye épült Pakson, és mivel én radiokémia szakon végeztem, hát ez volt az álomvilág, és szóltak a Kölyálból, hogy hát megalakul a radióosztály, és hát szeretnék, hogyha átmennék. Na hát engem 6 lovasintóval nem lehetett volna visszatartani. Irány. Úgyhogy én ott hagytam a pedagógus pályát megint. És hát 19 évet lehúztam atomerőmű felügyeletével. Nagyon szép idő volt, mert hát remektem én azért a szakmáért, tényleg ezt be kell vallanom. És még Csernobilt is örömmel csináltuk végig, azt kell mondanom, akármennyire kellemetlen volt. És aztán akkor ugye jött ez a pécsi, akkor már pécsi titkár, hogy Kolpingot kell csinálni, hát mondom, jó, és akkor én elkezdtem, hogy a Kolping családot megszervezzük. Nem jött össze, csak 9 ember a meghirdetett kora, és 10 kellett, hogy alapítványiként megalakuljon egy, akkor még ezek a közalapítványok, meg civil alapítványok, meg ilyesmi, ez még egy kicsit az égbe volt, és csak kevésbé a földön. Hát Gyula nem volt restő, hogy ő ment a fiatalok után, menjetek a Marihoz Kolpingot köt csinálni. Na hát megcsináltuk a Kolpingot. És hát akkor mit lehet csinálni, ugye az alapelvek alapján, hát segíteni
csináltunk egy csomó kedvezményes vásárt a pálfai szototthonba szőnyegfonással dolgoztak. A tornai patökszet megkerestem, ők egy csomó ilyen kishibás konyharuhákat, meg törölközőket, meg mit tudom én, odaadtak negyedáron. És akkor mi volt még? Zománc gyárból az egyik volt évfolyam, egyetemi évfolyam társam, az ott volt főmérnök, és akkor mondtam neki, hogy tudod, mit belefolyt a festéket, attól még ragyogóan lehet használni, féláron kaptuk meg, és akkor plébánia kapu aljába rendeztünk karácsony előtt nagy vásárt. Hát ott annyi volt az ember, hogy nem lehetett közlekedni. Akkor mit tudom én, könyvvásárt csináltunk húsvét előtt. Amit tudtunk az embereknek, összeszedtük az öregeket, kihez kell menni, takarítani, festeni, butort javítani, mit tudom én. Szóval volt ilyen-olyan-amolyan szakember ismergős gárdánk, és ezek szerelemből összefogtak, egy hétvégén csináltak ilyen dolgokat. És akkor jött ez, hogy a gyerekekkel mit tudunk csinálni, mert már rengeteg volt a lőtörkő gyerek. És akkor elkezdtük ugye, hogy megcsináljuk a tantervet, meg voltak az engedélyek. Sose felejtem el, Margit nap volt 91-ben, és június 10. És összehívtam ezt a 6 pedagógust, hogy gyerekek, megcsináltuk itt az engedély, de most akkor választhatok magatok közül vezetőt, mert hónap le kell adnom a vezetőnek a nevét, aki felelős érte. És akkor ezek ott sütyeregtek, sutyorogtak, és mondták, hogy te figyelj, belerángattál bennünket valamiben, amit nem is egészen tudunk, hogy micsoda. De ezt te szedted össze, ezt, ennek a hátterét, a jogi részét, azt te érted. Most vagy jössz és csinálod velünk, vagy megyünk, ahol voltunk vissza. Na most ilyenkor mit csinál egy hülye gyerek, azt mondom. De hát ugye addigra meg volt a pedagógus végzettségem, a mérnöktanári. Végigcsináltam, tényleg végigcsináltam. Kölyálból nem akartak elengedni, úgyhogy 2 hétig a fiam volt az igazgató, amikor szeptemberben elindult az úttörőházba a képzés. Ő meg akkor még itthon volt, mint egyetemista, mert valamikor 16-án vagy hogy kezdtek, ugye később, és engem csak szeptember 15-tel elengedtek el. Úgyhogy így jutottam vissza megint a pedagógus pályára. Az általános iskolákat megkerestem, hogy mikor tartják a pályaválasztási szülőértekezletet, mert ugye azt ilyenkor karácsony előtt mindenhol megtartják. És akkor egy csomó iskolai prospektussal megkértem, hogy hadd vegyek részt rajta, de akkor ez általában divat volt, mert a jobb iskolák, azt mondom, hogy ott találkoztunk sok-sok igazgatóval zsinórba, tehát már ők is jártak a gyerek után, és ismertettük a szülővel, hogy ez az iskola ezt tudja, ezt szeretnénk nyújtani a gyerekeknek, és ha így gondolják, hogy erre vágynak a gyereküknek, akkor szeretettel várjuk őket a nyílt napon, akkor végigvezettük őket tanműhelyen, tantermeken, és akkor felajánlottuk, hogy ha ez tetszik, akkor a jelentkezési lapon ezeket a számokat kell bejelölni. Uh-huh. Ez így ment akkor, és most is mondtam ott a Tamásnak, mikor ott beszélgettünk, hogy hülyem, induljatok-e? Nézd rám. És nem szól egy árva szót sem. Azt várod, hogy nagy fejszével rád verik az ajtót. Nem fogja. Örök étig ott fogsz csűrni az irodában. Szóval azért mondom, hogy akkor is már ez kellett, pedig akkor azért még több gyerek volt, mint most, de akkor is fogyóban volt, meg hát az, hogy nagyon sok középiskola fölvette októberig, hogy lejelentette a létszámot, és akkor hagyjé. És akkor kirakták őket az utcára, aztán... Lett velük, ami lett velük. Igen, ő már lejelentette a létszámot. Na most ezek ugye vége lett, amikor a diákigazolvány bejött a divatba, uh-huh. Mert ugye az oktatási központban, az állami oktatási központban ott összejöttek ugye szám szerint a diák igazolványok. És mi is fölvettük a gyereket, akkor lejelentettük, hogy ekkortól a mi tanítványunk. És két helyen volt, mert akkor ciki volt. Kiderült. Úgyhogy ez nagyon gyorsan, de hát addig ez ment, hogy két helyen volt a gyerek nyilvántartva. Szóval, hogy mikor derült ki, hogy a pedagógus pálya a pálya az életében? Amikor a Kolping család elindult, akkor láttuk, hogy a városban nagyon sok a 14 éves gyerek, aki nem tud tovább tanulni, és szülő vagy dolgozik, vagy nem dolgozik, vagy ilyen vagy olyanokból a gyerek az sétál az utcán, gyakorlatilag a bűnözésnek a legjobb alanya, mert vagy elkezdtek sörözgetni a park szélén,
vagy drogot árultak, ugye az akkor volt újdonság. Ez egyik sem jó egy 14 éves gyereknek, nem jövőkép. És hát mondtuk, hogy valami tanfolyamot legalább kéne csinálni a lányoknak, valami anyaságra fölkészítő tanfolyamot. És akkor régi pedagógus ismerőseim közül összejöttünk hatan, és elkezdtünk valami házvezetőnő, képzőszerű, akármilyen tantervet összehozni, hogy arra majd kérjünk engedélyt. Egy évre a Libániától kaptunk egy szobát, hát nem ennyi, volt a lehetőségünk. Aztán egy fél éves futkározás után rájöttünk, hogy vagy iskolarendszert csinálunk, vagy el kell felejteni, mert az, hogy egyszer pályázunk valamire, de a jövő év az már olyan bizonytalan, mint a kutya vacsorája, ez így nem megy. Szóval ez bizonytalanra nem lehet elindítani ilyesmit. És akkor nekiálltunk új tantervet készíteni, hogy azt hiszem az országban először mi csináltunk pedagógiai programot, meg küldetési nyilatkozatot, meg nem tudom én még mit kért tőlünk az oktatási minisztérium, mert addig ez még nem volt divat a magyar oktatásban. Viszont nem volt Kolping iskola előttünk. Tehát akárhova mentem, egy bizonytalansággal fogadtak bennünket. Utólag értem, mert ugye azért gyerekek tömegét nem lehet a bizonytalanba rúgni, hogy most vagy elrontják őket, vagy szétszórják őket, vagy derékba törik őket. Szóval nagyon sok variáció volt, utána már láttam, hogy ez egy hazárdírozó pálya lett akkor, mert aztán indultak a magániskolák sorba, meg egyházi iskolák is, és hát mi megcsináltuk azt, 90-ben rájöttünk, 90 őszén, hogy következő évre itt iskolarendszert kell csinálni, más megoldás nincs. Mit szólt hozzá az egyház? Mondjam azt, hogy az akkori püspöki titkár volt az injektora az egésznek, mert még nem volt Szekszárdon Kolping család, és egyfolytában szekált, hogy Mari Kolpingot kell csinálni, Mari Kolpingot kell csinálni. Most én akkor bevallom, nagyon nem is igazán tudtam, hogy mi ez, hogy Kolping, annyit tudtam, hogy a valamikori legényegylet, mert apám legényegyleti tag volt, de hát ez csak úgy érintőlegesen mesélt, mert ugye ez a 80-as években még nem volt divatos mese. És amikor hát így szekált vele a Gyula, akkor megkérdeztem papát, hogy mi anyát, kinyát akarsz most te avval, hagyd már békén. De mondom, hát ha bele akarnak vinni valami, nem mész te semmibe se bele. De hát akkor én már két gyerekes anya voltam, azért olyan nem olyan könnyű lehet engem, mentem utána, hogy mi az. Hát mondom, akkor ez lehet valami olyan, amit mi elképzeltünk, hogy ezeknek a kimaradt gyerekeknek rendszerszerű iskola lehessen. Rengeteget átolvastam német könyveket Kolping munkájáról, hogy tudjam, hogy mi az, honnan indul, és tetszett. És akkor mondom, hat kollégát, régi kollégát megkerestem, és mondom, közismeret is, meg szakmai tanár is, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mit lehet. Hát egy jó 6-7 hónapos éjszakánként 1,5-2 liter kávé mellett dolgoztunk. 6-7 hónapos hosszúságban, amire összeállt. A Palotár Zoli volt az, aki segített az ilyen pedagógiai programoknak, meg küldetésnyilatkozatoknak, meg akárminek az összeállításában, mert az országban nem találtam előzményt, hogy egyáltalán mit kell annak tartalmazni, vagy hogyan. És hát ugye ő jött a pedagógiai intézetbe dolgozott, úgyhogy a fiamnak meg osztályfőnöke volt, úgyhogy... Meg volt a kapcsolat? Meg volt a kapcsolat. Muszáj volt megkeresni. Hát most kérdezni, kérni nem szégyen. Hülyeséget csinálni az ingem, szerintem. Úgyhogy, és akkor mentünk a minisztériumba. Az Augsburgi Kolping Szövetség pedig az első perctől kezdve fölkarolta ezt a dolgot. Hát ugye náluk működő képesek ezek az iskolák, és amikor az országos szövetség alakult, akkor az augsburgi titkár ment le Pécsre, és én hoztam le Trabanttal. És azt mondta, ha én ezt a klubba elmesélem, hogy a Trabantban ült. Hát ugye ez 91 kora tavaszán volt, február tájékán. De jó idő volt, úgyhogy jött a Trabant, mint a Sputnik. És hát, hogy mit lehetne?
Addigra Kreilingen Otto bácsi ugye az újvárosi iskolát megkapta használatra, de rájöttek, hogy az nem fog menni, valami kiválóság iskolát nem tudnak belőle csinálni, pénzt sem tudtak rá szerezni, és így tovább, és akkor azt mondta, hogy hát erre odaadja nekünk ezt az épületet, ha belemegy a püspökség. Na, másnap irány Pécs, püspök, ez van. Mari, lesz ebből valami? Hát mondom, remélem, mert akkor nem csinálnám. Na jó, van egy épületünk, amiben lehet tanítani, de hát abban folyamatosan gyereket kell hozni, és hát be kell vinni az iskolát a közösségbe. Következő évben 126 gyerekünk volt már. Na most ez volt az a mennyiség, ami minimális felkvótát biztosította léthez. Tehát hogy ehhez már nem kellett koldulnunk gyakorlatilag. De volt közben templomi gyűjtés is az első évben, hogy egyáltalán a fennmaradást biztosítsuk meg. Mondom, nagyon sok volt a pályázati pénz. És akkor ugye bővültünk tornateremmel, meg akkor volt a tankonyha, megcsináltuk ott lent a kis varodát, csináltunk egészségügyi tantermet kint palánkra a kidobált kórházi ágyakból, éjjeli szekrényekből, egyebekből, talicskáztuk be palánkról, eská, és átfestegettük a bútorokat, meg lefertőtlenítettünk mindent, meg mit tudom én, és akkor gyönyörű szépen berendeztük az egészségügyi termet, megkezdődött a szociális ellátórendszernek a segítése, mert volt két otthon akkor Szekszárdon, de nem volt személyzetük, tehát ők abból szenvedtek, és hát mi szociális ápolókat képeztünk oda. Most is ott dolgozik, Isten tudja hány belőlük, nagyon sok. De sokan átképezték magukat rendes ápolónőnek, végzett ápolónőnek, sőt, van köztük olyan, aki azóta a főiskolát elvégezte, az egészségügyi főiskolát, és úgy ápolónő. Hát látszott az, hogy ami az én elképzelésem volt, hogyha ennek a 40 gyereknek, az első 40-nek a 10%-át megmentjük az életnek, akkor már nem éltünk hiába. Mert ugye egy embert megmenteni is rendben van, de a 10%-a, ez a cél, ez a minimum. Hát nem a 10%-át mentettük meg, hanem 34-et, mert kettő közben kimaradt. Na de hát azért ez óriási eredmény volt akkor, és következő évben már jöttek a szülők, akkor már mentünk ki vidékre ideje korán, hogy ne júliusban kelljen az utcán söprögetnünk, és akkor volt 126 gyerekünk, és akkor szakmai képzés is ment rendesen, tehát már nem ilyen játékformában, mint amit az úttörőházban tudtunk produkálni. Hogy fogadta a szakma az iskola indulását? Volt egyfajta féltékenység? Nem egyfajta lenézés volt. Volt olyan igazgató, aki elmondta a gyerekeknek, hogy hülye vagy fiam, ma jó leszel a Kolpingnak. Ez vissza is jött. Sőt, nekem is elmondta, hogy hát azt mondja, ezeknek a hülyéknek is kell valami, azt mondja, jóba kezdtetek. De becsületére legyen mondva az illető igazgatónak, 4 év elteltével azt mondta, hogy Mari, be kell vallanom, tévedtem. Nagyon jó, amit csináltok. Találkozott olyan tanítvánnyal, aki fölmérte, hogy mi mindent kapott az iskolától? Nagyon sokkal. Nem akkor, amikor oda járt, hanem amikor már a saját gyerekét beíratta oda. Mert hogy szeretné, hogyha az ő gyereke is megkapná azt, amit ő kapott itt, mert így belőle ember. Most hadd ne mondjam, volt olyan tanítványunk, roma származású, de éjfekete, tehát igazi, orsós is, és az a gyerek az állandóan kitűnő tanuló volt nálunk. Nem azért, mert kivételeztünk vele, az azért, mert tanult. Becsületes volt, tehát az valahol 10 fillért talált, akkor hozta, odarakta az igazgató is azt a sarkára, hogy Marika néni, ezt itt találtam. Tehát nem, hogy eltette volna értéktelen valamit, hanem akkor is letette. Tehát becsület is volt benne. Neki állt nálunk muzsikálni, harmóniumon játszott, meg gitáron játszott, részt vett az iskolának a kulturális életébe. Leérettségizett, szakácsként végzett, aztán leérettségizett, amiért nagyon mérges vagyok például mai napig a Váci Egyházi Főiskolára, hogy nem vették föl jogra. Holott kitűnőre érettségizett, maximális pontszámot ért el az írásbelin, és másnap, mikor ment ugye lejelentkezni a nevezett pofavizitre,
akkor mondták neki, hogy elfogyott a létszám, nincs már hely. Na most nagyon sokat mentünk utána egyházi vonalon is, és kibújt az egyház az elől, hogy fölvegye. Megcsinálta Pécsen a jogot. Ügyvéd lett belőle. Most végzi a közgazdasági egyetemet. Szóval 3 gyerekes családapa már, ügyvédi irodája van. És ha akkor nem nyúlnak a vonal alá? Akkor elveszik. Ugyanattól a szülőpártól, ugyanabban a családban fölnőtt egy 2 évvel fiatalabb gyerek is. Mondtam neki, hogy fiam, te visszintesen nem fogod befejezni az életedet, mert te lógni fogsz. Soha senki másnak nem mondtam ilyet. De az akkora csibész volt, mint 10 másik. Állandóan ott kellett lenni valamelyikünknek a kis ujjának, hogy rabláncon tartsa, mert az tört, zúzott, harapott, erőszakos volt a többivel, lógni akar. Szóval, amit elkövethet egy középiskolás gyerek, abban ő mindenben benne volt. És ugyanabból a családból származik, tehát genetikailag ugyanazt hozta, ugyanazt a nevelést kapta otthon. Ez a 2 véglet. Mondta az anyuk, hogy tessék elhinni, nem csináltam mást vele. Mi lehet a Kolping iskola jövője? Hát, ha a gyereklétszámot nem tudják fejleszteni, akkor nagyon nehéz. Mert most ugye például kertész szakmát oktatnak esti iskolába. Nem tudom, hogy viharlámpával oldják meg, vagy mivel, hogy este kapáljanak, vagy egyebek, mert tömbösítve megy a gyakorlat. Karácsonykor hiába tanítják tömbösítve a szünetbe, hogy kell paradicsomot szedni. Nincs, amit leszedjenek, szóval ez egy ilyen mesejáték. Tehát ott benne kell lenni a gyakorlatban, nálunk a gyakorlati oktatás az volt a 2/3 rész, és csak 1/3 volt az elmélet. Mert azt a gyakorlatban is nagyon sok mindent megtanult, és inkább megtanulta, ha fogta, csinálta, és arra emlékezett, mintha elolvasta. Tehát ezeknek a gyerekeknek az oktatása az azért is volt jó, hogy a gyakorlathoz kapaszkodott, mert a 3-szoros megerősítésen, ugye, hogy hallja, olvassa és csinálja, ebből a csinálja, ez 70-75%-ot viszel. Mert a gyakorlat arra emlékszik, az beidegződik, amit hallott, annak egy része elszáll, és amit olvas, azon közben máskor emlékedik. És én ezt nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy oldják meg a pedagógusok jelen pillanatban. Nem vagyok benne most már. Úgyhogy. És gyerek után pedig menni kell, én most mondtam a Tamásnak is, hogy menni, itt a november vége, kezdődnek ezek a szülőértekezletek, föl kell venni a telefont, azért van az irodádba, és akkor bejelentkezni az igazgatóknál, hogy agyisten, én vagyok én, ezért szeretnék az adott szülőértekezleten részt venni, megtetszik engedni, mikor tartják, mikor, és akkor nekem kell igazodni hozzá.